A sötét anyag a fizika egyik legnagyobb hazugsága. Sziasztok, Tóth Roland vagyok. Azokat az információkat, amelyeket most közölni fogok veletek, ezeket az interneten találtam, ismerősökkel beszéltem, valamint a saját véleményemet, a saját világképemet reprezentálja. Hú, ebbe bele kéne gyorsan csapni. Tehát, hogy mi az a fekete vagy sötét anyag? Az univerzum 90%-a. Egy olyan valamit képzeljetek el, ami nagyon kérdéses volt. Tehát úgy indult a történet, hogy elkezdték vizsgálni a bolygóknak a mozgását, és nem pont úgy mozogtak a bolygók, csillagrendszerek, mint ami az elvárt lehetett volna. Azt feltételezték, hogy valamilyen égitestnek, vagy valamilyen objektumnak lennie kell, ami taszító vagy vonzó hatást fejt ki. Ugyanis nem azon a pályán kezdtek mozogni, nem azon a pályán mozogtak az égitestek, mint amit feltételeztek. Akkor a hatalmas tömegről van szó, amit nem lehet érzékelni, ami az univerzum, az ismert világegyetem 90%-át teszi ki. Ez azt jelenti, hogy amit most mi itt érzékelünk és látunk és fizikailag vélünk, az csak a 10%. A fénnyel, az atomokkal, a kvarkokkal, minden vacakkal együtt. 10%. És vissza szeretném menni az időbe, Albert Einstein idejébe. Albert Einstein azt mondta, hogy hát volt egy ilyen elmélete, hogy létezik egy olyan valamilyen anyag, vagy valamilyen tér, ami mindent átsző, és egyfajta referenciaként lehet rá tekinteni, hiszen mindent átsző, tehát hogy minden ott van, még a légmentes, nem mondható, vagy tekinthető világűrben is. Aztán annyira abszurdnak tűnt ez az ötlet, és annyira igazából nem tudta bizonyítani az állítását, hogy elvetette. De már csinált ilyet korábban, más témakörben, ezt most hagyjuk. Tehát, hogy azért Albert Einsteinnek sem mindig volt igaza, de érdekes, hogy egyébként rájött a dolgokra, csak aztán ahogy rájött, átgondolta, megijedt talán tőle, és elvetette. Na most, ő volt először, aki arra jött rá, hogy lehet valami itt, amit nem ismerünk és nem látunk. Ő nem nevezte sötét anyagnak, vagy fekete anyagnak, vagy sötét energiának. Érdekes, hogy a kvantum összefonódásra egyébként rájött, megfigyelte, matematikailag, azt mondják, hogy csak matematikailag, és aztán ezt is elvetette. Kísérteties hatásnak nevezte a kvantum összefonódást egyébként Albert Einstein. De hát elvetette sajnos. Tehát igazából nagyon mutatni, hogy tényleg rengeteg dologra rájött, amit a modern, vagy mondhatni, hogy amit a top tudomány képvisel, ezeket mind észrevette, de aztán szépen elvetette őket. És akkor 1991 környékén, tehát nem annyira rég, kezdték el felfedezni a tudósok, vagy hát kezdték a csillagászok azt felfedezni, azt a tényt, hogy valami anyag hiányzik, nem kevés, tényleg 90%, és eleinte úgy gondoltak erre a sötét anyagra, hogy ez valamilyen csoportokban van. Tehát úgy gondolták, hogy ott van a világűr, és akkor valahol valami pacaut kering, valami bumszli, ami a sötét anyagot jellemzi. Miért nevezik sötét anyagnak? Hát azért, mert nem látják, tehát hogy, és nem verődik róla vissza semmi. Csak a dologhoz kicsit furcsán álltak hozzá, aztán utána kiderült, hogy ezek nem ilyen pacák, amik az űrben itt-ott vannak ilyen teljesen inkonzisztens módon, hanem sokkal homogénebb a dolog, tehát hogy sokkal, sokkal inkább azt lehet mondani, hogy mindenhol ott van. És ez a mindenhol ott van, ez a lényeges kulcspont, mindent átsző, mindenhol ott van, és az ismert univerzum 90%-át teszi ki. Most lassabban beszélek szándékosan, azért, mert rám szóltatok, hogy ne hadarjak. Jó. Egyébként így könnyebben is beszélek, nem. Ismételem magam talán annyiszor, illetve nem hibázok annyiszor. Tehát így egyszerűbb. Csak néha annyira el akarom mondani nektek az információkat, hogy ilyenkor hadarok, na, haladjunk ott tovább. Tehát
És amire rájöttem a sötét anyagot illetően, az az, hogy egyrészt, és megértettem, hogy mindent kitölt, és Albert Einstein egyébként ebben az időben, még Nikola Tesla idejéből egyébként, most hogyha arra gondolok, hogy Einstein mit mondott, ugye, ők ezt ételnek nevezték, de aztán Einstein elvetette az étel ötletét. Ez egy annyira sűrű valami, tehát most már ott tartanak a fizikusok, kutatók, hogy azt mondják, hogy ez egy rendkívül sűrű anyag, energiasűrűségű, vagy mondhatni, hogy fizikailag sűrű anyag, bár ennek így igazából nincs értelme, hogy azt mondom, hogy fizikailag, mert magában az atomok sem igazából fizikai objektumok, inkább csak energiák, rezgések, de ezt most ezt a részét hagyjuk. Tehát, mert hogy az atommag és az elektron között, tehát távolságra, óriási nagy távolság van. Hatalmas. Na most azt képzeljétek el, hogy vannak olyan energiaformák, ami a közötte lévő teret is kitölti. 90%-ban. Ez az, amit még nem fedeztünk fel. Tehát azt lehet mondani, hogy nem tudjuk megmérni, nem tudjuk megvizsgálni, és igazából nem fekete. Azért mondták rá, hogy nem fekete, mert nem verődik vissza róla a fény. De ez nem azt jelenti, hogy fekete. Átlátszó. Az átlátszó a sokkal jobb megfogalmazás, vagy láthatatlan az talán a még jobb megfogalmazás. Azért láthatatlan, mert mondhatni, hogy a másik dimenzió átsuttog. Most lehet, hogy egy kicsikét divabőrös lettél, nagyon helyes. A gravitáció az úgy néz ki, valószínű, hogy nem részecskéhez köthető. Ez nem egy olyan fizikai jelenség, mint mondjuk az elektromosság. A gravitációnak nincsen részecskéje. Keresik egyébként, nem is valószínűleg fogják megtalálni, mert nincs. Tehát, hogy ha minden igaz, különböző kísérleti kutatásokból mondom most ezt, hogy ha minden igaz, akkor a gravitáció az igazából úgy működik, Einstein rossz, vagy hát nem Einstein, most nem akarom őt bántani, tehát, hogy rosszul például úsztak, rosszul mutatták a példát, ugye a gravitációt úgy mutatták be, van egy gumi lepedő, arra a föld gömböt rárakod, és akkor a gumilepedő az így benyomódik, és akkor ott nem. Ezt mindenképpen térben kell egyszer elképzelni, vagy téridőben inkább úgy mondom, és körülötte a tömegtől, vagy a tömeg miatt egyfajta, most mondanám nektek, hogy torziós mező, de azt nem tudjátok elképzelni, úgyhogy inkább úgy mondom, hogy egy örvény keletkezik. Ez a legjobb szó talán. Ezt úgy képzeljétek el, ha fognátok egy üvegolyót, beraknátok a vízbe, és megpörgetnétek. És egy örvény a vízbe, vízen belül keletkezik körülötte. Ugyanilyen örvény keletkezik minden egyes fizikainak mondott test körül, és ezek az örvények generálják igazából a gravitációt. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy a jaj, de jó, itt ez a kupak már megint. Olyan sok mindent elmagyaráztam ezzel a kupakkal. Itt ez a kupak. Ezt úgy képzeld el, hogy mi most benne vagyunk a vízben. Mindent kitöltő vízben, egy folyadékban. Egy rendkívül sűrű, energiával dús folyadékban, amiben bármilyen más egyéb fizikai effektusok létezhetnek, nem ismerjük, de mindent kitölt. Maradjunk abban, hogy benne vagyunk egy folyadékban. És hogyha te ezt elkezded forgatni, vagy csak itt van egy helyben, önmagában ez egy olyan speciális folyadék, amiben örvények jönnek létre. Hogyha egy olyan anyagot rakok bele, mint például ez, miért jöhet ez így létre ebben a formában? Miért történhet meg? Azért, mert ez egy rendkívül sűrű közeg, és azt lehet mondani, hogy mi, tehát mint az atomok, mint az emberek, ez az egész világ, tehát hogy bármit nézel, mi csak buborékok vagyunk. Tudom, ez most nagyon viccesen hangzik, majdnem el is nevettem magam, de tényleg, tehát mint a tenger felszínén a habok, vagy tengerben a kis levegő buborékok. Ezért keltünk örvényt ebben a közegben.
azért keltünk örvényt ebben a közegben, mert sokkal ritkábbak vagyunk, mint önmagában a közeg, és egyfajta fizikai effektusként egyszerűen örvényt keltünk. És gondolj bele, hogyha a vízben keltesz valamilyen örvényt, akkor az örvény is taszítani fog, vagy vonzani. Attól függ, hogy az örvényt az hogy hozod létre. Ezt azért gondold át. Elég komoly kísérletek, mondhatni, hogy titkos kísérletek vannak ezt illetően, ami az étert próbálja valamilyen szinten befolyásolni. És azt lehet látni, hogy ezek mindegyike, vagy a legtöbb része egyfajta gravitációs hullámot hoz létre. Nagyon egyszerű kísérletet én mutattam nektek már jó pár videóval ezelőtt, amikor csináltam egy olyan kísérletet, hogy egy tűre, egy kis alufóliából készített piramiszerűségét ráraktam. Arra kellett koncentrálni, hogy forogjon. Most tudom, hogy megcsinálta már Vágó István is például ezt a kísérletet, és azt mondta, hogy ez hülyeség, mert hogy a hő forgatja. Nem. Hőkamerával néztem meg, srácok. A videó, amit készítettem, az hőkamerával készült. Azon kívül hőmérőszenzorok voltak ott, elektromágneses, elektromos térerősségmérő, tehát minden rengeteg cuccal körülpakoltam, egyik se jelzett semmit. Tehát onnantól pedig Egeri Györgynek az egyik mérnökével beszéltem, és ő mondta, hogy elképzelhető, nem biztos benne, de elképzelhető, hogy az éter miatt van. Ugyanis te, mint biológiai szervezet, és a tudatod nem csak itt vagy ebben jelen, nem csak ebben a dimenzióban vagy, mint amit itt most látsz. Több dimenzióban vagyunk egyszerre jelen. Az egyik dimenzió, az egyik térrész, vagy ez egy nem tudom másnak mondani, dimenzió, az éterhez köthető. Az ahhoz a közeghez köthető. És hogyha te azt a közeget a tudatoddal tudod bármilyen szinten módosítani, akkor itt az a tárgy fog valamilyen szinten módosulni, elkezd mozogni mondjuk, mert az étert azt valamilyen szinten tudod befolyásolni. És akkor most gyorsan még kitérnék egy olyan dologra, és miért mondtam, hogy a fizikai legnagyobb hazugság a sötét anyag, ugye? Ugyanaz. Ha felismeritek, ugyanarról beszélgetünk. Teljesen ugyanarról. Arról beszélgetünk, amit Einstein kitalált. Arról beszélgetünk, amiről Tesla beszélt. Ez az éter volt, ami mindent kitöltött. Ami valamilyen fizikai tulajdonságokkal rendelkezett, de csak kísértezgettek vele. Most is erről van szó, ez a sötét anyag. Ami nem sötét, hanem láthatatlan. Ez egy másik dimenzióban lévő, abszolút tömör, mindent kitöltő valami. És ez az, amit el akartam nektek mondani. Ugye most a tudomány igazából azért nem vallja be, hogy ez az éter, mert ez elég nagy blama lenne. Ugye? Az elég nagy égés. Hogyha 100 évvel ezelőtt már kitalálták ezt a dolgot, és most mondanák azt, hogy ja, fú, basszus, tényleg igazuk volt. Úgyhogy ezt most át kellett keresztelni valami másra. És úgy néz ki, hogy szerencsére sikerült megtalálni a Higgs bozont. A Higgs bozon például az egyik építőköve annak a valaminek, ami mindent kitölt. De ez egy apró pici dolog. Ez még csak egy ebben a dimenzióban létező valami, a Higgs bozon. A Higgs mondta azt, hogy kell létezni egy koordinátorrendszernek, pontosabban egy olyan struktúrának, ami mindent kitölt. És lehet hozzá viszonyítani, mert hogy mindent kitölt, és minden ott van. És ők megtalálták a Higgs bozont ennek megfelelően. De az éter iránti kutatások, amik voltak régen, ezeket elő kéne venni. Tehát az éterrel történő kutatások, amik régen voltak, ezeket elő kéne venni, mert meglepetések várhatóak belőle. És akkor ez csak az én saját privát véleményem, hogy most egyes idegen fajok, akik itt vannak, ők több idegen faj van a Földön. De vannak olyan fajok, akik azon szinten vannak, mint mi, illetve vagy kicsit fejlettebbek,
És vannak olyan fajok, akik több ezer évvel, vagy több százezer évvel, vagy több millió évvel fejlettebbek nálunk. Na most, akik nem azon a szinten vannak, mint mi, ők már régóta egy olyan technológiát használnak, amivel dimenziók között tudnak mászkálni, és azon gondolkodtam, hogy az hogy tehetik meg, hogy lehetséges az, hogy lebegnek. Ugye most a gravitációs hullámoktól tekintsünk el, meg az elektromágneses lebegéstől is tekintsünk el, mert nyilván nem működik, meg óriási energia szükség lenne, stb. Van egy egyszerű megoldás arra, hogy egy test az lebegni tudjon, szerintem. Ez csak saját privát vélemény, hogyha most már tudod, hogy a körülöttünk lévő fizikai, a valóságot kitöltő sötét anyagnak vagy éternek nevezhető izé mindenhol ott van, és mi igazából csak buborékok vagyunk, mondhatjuk azt, hogy ha itt egy fizikai anyagot létrehozunk, kupakot, és ennek a kupaknak a molekula szerkezetét picit módosítjuk annyira, hogy egy picit távolabb helyezkedjenek el, illetve abban a fázisban legyenek, mint a mindent kitöltő sötét anyag vagy éter. Én az éternél maradok sajnos, mert előbb kitalálták, mint a sötét anyagot. Bocs! Szóval, hogyha a mindent kitöltő éterhez igazodunk, és arra hangolódunk rá, és egy picit a az anyag struktúráját, szerkezetét módosítjuk, az atomok közötti kötés, vagy az atomoknak a fázisát. Tehát, hogy milyen fázisban van, mint a fénynél, ugye. Az megint egy érdekes téma. Szóval, hogy egy másik fázisban van. Ha ezt a másik fázist anyagra tudjuk, egy fizikai anyagra tudjuk ezt rákényszeríteni, ezt a fázist, ezt a fizikai fázist, akkor az éter részesei lesz, az éter részese lesz az adott anyag, és egyik irányba elkezd szépen emelkedni. Nem biztos, hogy fölfelé, vagy oldalra, attól függ, hogy milyen irányba sikerül módosítani az atomoknak a struktúráját, és milyen fázis sikerül éppen belőni. A Hutchinson effektre felszeretném hívni a figyelmet. Ő egy... Hát nem mondom, hogy csöves, de hasonló. Tehát egy olyan emberről beszélünk, hogy beszélek, nem akarok királytöbbes használni, aki képes volt olyan effektusokat létrehozni, amivel mondjuk több 10 kilós gömböket tudott, fémgömböket tudott lebegtetni, vagy fogkrém, az kifolyt belőle. És ugye mondták, hogy ő csaló. Voltak, akik mondták, igen, persze. Hát ilyen emberek mindig vannak. Csak az a probléma, hogy a kutatók kimentek hozzájuk, rengeteg sok kutató kiment hozzájuk. Most egyébként a németek vásárolták meg az összes szerkentyűjét, és felismerték azt, hogy ez valóság. Tehát, hogy tényleg tud egy olyan valamilyen effektus létrehozni, egyébként teljesen tök véletlenül, hogy elkezdenek lebegni a tárgyak, illetve furcsa effektusok jönnek létre, egymásba olvadnak például a tárgyak, anélkül, hogy felmelegednének. Hutchinson ilyet tudott, vagy tud csinálni. Tudott, mert a készülékeit már elvitték. Németek. És itt is arról van szó, hogy olyan speciális frekvenciákat használt, és olyan speciális tereket, mezőket, amivel az éter anyag viszonyát tudta módosítani, befolyásolni. És kicsit picikét egy másik dimenzióba kezdett átmászni az anyag struktúrája, és onnantól már teljesen máshogy működött a fizika. De nem azért, mert a fizikával baj van, hanem azért, mert teljesen logikusan át lehet gondolni, hogyha mi vagyunk egy ritkább közeg, és egy sűrűbb közegben vagyunk benne, akkor mit kell ahhoz csinálni, hogy valamilyen irányból valami elmozduljon. Ezt kell átgondolni. Nem kérdez semmilyen gravitációs hullám, meg semmilyen extrém, annyira extrém dolog. Ilyen videót senki nem készített még. Ezt ebben a formában még senki nem magyarázta el. Szóval... Légy szíves, osszátok meg ezt a videót, hogyha tehetitek. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak hozzá azok, akik ezt értenek is, és nem csak magyaráznak róla, mint én. De erre jutottam. Mert úgy néz ki, hogy ez így működik. Tehát én akivel beszéltem, ő egy kormányközeli cég, nem Magyarországról, titkos kutatásokat hajt végre. Illetve egy-két mérnök, aki
akiket nem akarnék megnevezni, de ők is érdekes projekteken dolgoznak, itt Magyarországon. Ausztriában valahogy még ilyesmit nem találtam, ők nem jelentkeztek. Tehát nyilván, aki annyira titkos projekteket folytat, nem is fog jelentkezni. Vagy de, csak na mindegy. Olyan információkat mond le nyilván, amit én is elmondhatok nektek. Tehát, hogy nem lesz ettől semmi bajom. Voltak egyébként rászólt, hogy óvatosabban, mert van ilyen havanna probléma, havanna szindróma, és hátra megtámadnak. Hát én úgy láttam, hogy ezek az energiatámadások, amik történtek, egyébként innen nem messze is a bécsi nagykövetségen voltak ilyen problémák. De ott abszolút komoly, tehát hogy felső vezetőket, általában hadsereghez tartozó felső vezetőket, vagy tehát felső vezető politikusokat támadtak meg ezzel a technológiával. Hát agykárosodást szenvedtek. Tehát a hotel szobába. Nem tudják, hogy mi történt. Energiafegyvereket keresnek egyébként. Többek között, vagy bármit, mert jelenleg semmihez nem tudnak nyúlni, nem lehet tudni ez a technológia hogyan működik, de azért én azt sejteném, vagy azt gondolom, hogy nem mindenki a célpont egyrészt, másrészt valószínűleg nem olcsó és nem egyszerű kivitelezni ezeket a támadásokat. Ezt csak azért gondolom, mert a polgárokat úgy tűnik, hogy ezzel nem bántják. Nem akarok én reggel holnap úgy felkelni, hogy problémám van, nyilván, hogy megcáfolják, hogy de látod, rád is tudunk lőni. Jó, ilyet nem szeretnék, de azt látom, hogy civileket nem igazán macerálnak ilyesmivel. Tehát én ezért beszélgetek ilyesmiről bátran, illetve hát már mondtam, hogy sokan látjátok a videókat, és azért köztetek vannak olyan emberek, akik szerintem, én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten engem megvédenek. Vannak. Nem fejteném ki. De voltak olyan telefonhívásaim, hogy óvatosabban, akkor voltak olyanok, hogy segbe leszek húgva, igen, ilyenek voltak. Tehát, hogy szerintem közel járok az igazsághoz valamilyen szinten. Ezeket a dolgokat én folytatni fogom. Tehát én arra gondoltam egyébként, hogy annyira nem foglalkoznak ezek a témakörökkel, hogy én szeretnék csinálni egy olyan kutatóközpontot, ami nem csak Gardiev és a hullámgenetika aspektusából vizsgálja a világot, és próbálja jobbá tenni, és próbálja, ahogy ti mondtátok, nyitogatni a szemeket. Nem ennyi a cél, nem csak ennyi. Én az UFO technológiával és az UFO témakörrel nagyon szeretnék foglalkozni. 20 éven keresztül csak mozinokat olvasgattam, meg forró drótag voltam. Persze egy-két érdekes emberrel is beszéltem, igen, hogyne. Én is láttam egy pár érdekes dolgot, de ez nem elég. Szerintem ki kéne fejleszteni egy olyan technológiát, amivel teljesen egyértelműen be lehetne bizonyítani azt, hogy itt vannak, és bármikor reprodukálni lehetne azokat a jelenségeket, amik fontosak a megértéshez. És ilyen dolgokkal szerintem nem sokan foglalkoznak. Amerikában egy-két cég, meg persze egy-két kutatólabor, akik teljesen abszolút 100%-os titoktartásban dolgoznak. Egy ilyet létre akarok hozni. Ez volna egy elég nagy cél szerintem. Mert senki nem vállalja be. Nem tudom egyébként, hogy miért. Mi az oka. Miután már elismerték azt, hogy létezik, ott vannak az amerikai dokumentumok, ott vannak az angol dokumentumok, ott vannak a francia dokumentumok, ott vannak az ausztrál dokumentumok. Mindenki elismerte. Tehát szerintem most már nem nevetség tárgya ez a témakör. Abszolút nem. De valahogy még a pénzemberek erre nem eszméltek rá, és nem látnak benne semmilyen fantáziát talán. Nem tudom. Van egy jó hírem így a végére, ha már egyszer végignézted. Köszönöm szépen. Kevesen nézik végig, tehát azt lehet látni, hogy a mondjuk 30% nézi végig, vagy annyi se a videókat. A Gorjev intézet, a Gorjev hullámgenetika intézet Budapesten létre lesz hozva. Ez egy elég nagy cél. Az oroszok már itt Európában elkezdték a készülékek gyártását, forgalmazását, és ezekből a készletekből kapjátok már a
shoppomban megrendelt készülékeket. Tehát már nem közvetlen Oroszországból küldik, hanem egy Európai Uniós országból, nem akarom elárulni egyelőre, hogy honnan. Szóval egy Galjev Hullámgenetikai Intézet lesz létrehozva Budapesten, és nyilván ezt én fogom intézni, velük együtt. Tehát nem én mondom meg a tutit, én csak segítek benne. Mert bár tudom, hogy volt ilyen terv, aki meg akarta csinálni, csak nem lett belőle semmi. Nem tudom egyébként, hogy mi az oka. Nyilván pénz is kell hozzá, sőt, leginkább pénz kell hozzá, de egy kis szervezéssel és egy kis pénzzel talán ez megoldható. Nem szabad hagyni, hogy ezek a technológiák elvesszenek. Nem szabad hagyni azt, hogy elnyomják ezeket a típusú kísérleteket, elnyomják ezeket a típusú megoldásokat, de talán már nem tartunk itt. Ezt nem lehet már megállítani. Ha nem Magyarországon lenne létrehozva, akkor itt Ausztriába. Ha nem Ausztriába, akkor Amerikába. Rengetegen érdeklődtök. Azt mondanám nektek, hogy köszönöm szépen, nagyon jól esik, és nagyon örülök, hogy részese lehetek. Így a végére még mondanék egy jó hírt, ami a webshoppal kapcsolatos, hogy hát eddig úgy működött a dolog, hogy közvetlenül tudtatok nekem pénzt átutalni, ha bármit vásároltatok. Most már van lehetőség Apple Pay-jel fizetni, bankkártyával fizetni, Maestro kártyával fizetni, Zofort Überweisunggal fizetni. Tehát elég széles most már a spektrum. Hogyha esetleg van új ötletetek, hogy mi az, ahogy szeretnétek ti pénzt átutalni nekem, fizetni, vásárolni, írjátok le, és akkor megpróbálom azt is berakni a rendszerbe. Szóval rengeteg sok újdonság, újítás volt az elmúlt héten is. Nagyon gyorsan fejlesztenek az oroszok. Én is nagyon gyorsan próbálom őket követni. A legfrissebb információkat próbálom nektek elárulni. Nyilván van egy kettő, amit nem mondhatok el. Azért, mert a jövőben megjelenő termékekkel kapcsolatos, jelenlegi, a jövőben megjelenő technológiákkal kapcsolatos. Szóval én nagyon-nagyon örülök, hogy ennek a részese lehetek, és részt vehetek benne, és rengeteg sok dolog függ tőlem olyan szinten, hogy ami egyébként nagyon meglep, hogy nagyon hallgatnak rám az oroszok, és nagyon pozitívan veszik azt, amit mondok. Úgyhogy azért, hogy is mondjam, elég nagy felelősséggel tartozok szerintem a téma iránt. Elég nagy a felelősségem a téma iránt, én azt bátran mondhatom. De hát próbálok felnőni a feladathoz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!